Jó napot kívánok, sziasztok! Nagyon szép napot mindenkinek, Concertóval együtt. Nagyon örülünk, hogy velünk vagytok, és ezt a Toyota Avensist megnéznétek közelebbről. Tegyük is akkor meg. 2008-as Avensis kombit nézzünk most meg. Egy gyönyörű szép, egy ilyen sötét szürke, gyöngyház metal színű. A süt a nap, akkor fantasztikusan jól mutatnak benne ezek a kis csillámok. Nem tudom, próbálom nektek mutatni. Ott még süt egy kicsit a napra. A motorja 2.2-es dízel motor, és 177 lóerős, úgyhogy szedi a lábát, hogyha oda lépünk neki. Amúgy nagyon szép és mutatós itt ez a motortér is. Láthatólag itt az alvás száma. Találtam egy olajcsere címkét, szerencsére meg sikerült megmenteni. 2009. hóban 164 ezernél történt itt egy szerviz. Megpróbálok csöndbe maradni itt közelebbről, hogy halljátok, milyen szép dízel hangja van. Azt gondolom, hogy ezzel nincsen baj. Amúgy érdemes, megnézegetünk akkor így a karosszériát, majd a belsejét is átnézegetjük. Ugye kötvényszóros, egyszer, mint látjátok, itt alul a lökhárítóban. Szép a díszrács itt előtt, kromozott díszrács rajta. Toyota alufelnik vannak a járművön. Mögötte jó fékeket találtam, és jó minőségű Michelin gumik vannak rajta, ezek nyári gumik itt az autón. Tehát szép gumik vannak rajta, most már nem kell levetni, hiszen most már lassan itt eljött az ideje a téli gumi levetésének. Itt hátul, ha megnézegetjük, itt új a fék rajta. Féktárcsa fékbetét, ez vadonat új rajta, hátsó féknél. Hátul tolató szenzorokat találunk, tehát az autón van egy ilyen lökhárítóban ilyen kis pöttyök érzékelő, tehát pittyeg nekünk, hogyha valami mögöttünk van a tolatáskor. Óriási csomagtér, van itt csomagtérháló roló. Ezt könnyedén el tudjuk húzni, le tudjuk takarni a kis portikánkra. Ez egy méretpontos gyári Avensisbe való csomagtér tálca. Alatta még egy kis műanyag rekesz, és az alatt van még a pótkerék betéve. Gyári sötétítés. És ami nagyon fontos, van itt nektek ajándék is. Nem is olcsó, ez egy nagyon komoly ajándék, azt gondolom. Ez egy téli gumi szett, Toyota, szintén az alufelni rajta, és ez egy nagyon jó minőségű Dunlop téli gumi szett. Biztos, hogy jól jár vele, aki megvásárolja az autót, és kap hozzá egy ilyen nagyon értékes ajándékot. Nézzük meg akkor a bal felét is az autónknak, szerintem teljesen rendben van. Itt pedig, ha vele nézzünk, akkor van egy szövetkárpitos ülésrendünk, Isofix-el, és ugye lehajtható könyöktámasszal, ebbe pohártartó van, ide tudjátok beletenni a poharakat, be lehet csukni és föl lehet hajtani kompletten az egészet. Légzsákokat találunk az oszlopokban, tehát a hátsó utas is védve van, a oldalirányú ütközés esetén van elektromos ablak ugye minden ajtóban, ide föl lehet akaszgatni a kabátunkat, az ingünket. Itt pedig látjuk, hogyha beszállunk, hogy egy szuper kis Avensisba fogunk beülni. Ugyanezt találjátok itt elől is. Légzsák jelölés. Még egy szerviz ugye itt az előzőekben, ez egy 17-es olajcsere szerviz. Innen tudjuk kinyitni a tanknyílást, 4 elektromos ablakkezelőnk van, elektromos tükrök, ugye ezek pedig a centrálzárnak a gombja. De most így kinyit ugye, mert hogy itt van az ajtónk. Aztán kicsit beülök és megnézegetjük belülről, és amúgy nézzétek meg, gyönyörű az ülése. Kis ilyen pepita, kék szürke pepita. Könyöktámasz, bőrkormány előttem, tempomat, kar. Így néz ki a kormánya, ugye 184 ezer kilométert futott. Sokat nem halni belőle, különben megy a ventilátor, de így né. De így csak halani különben semmit. Jó, állítható magasságú ez a kormány. Van itt ugye kipörgésgátló, ugye, és elektromos tükröknek a kapcsolói. Aztán itt középkonzolon mit találunk? Ez egy kis rekeszke, amit nem tudok kinyitni, de ki tudom nyitni.
így. Aztán van itt egy pohártartónk. Gyári zene, szól a Kossuth Rádió. Katasztrofális szerintem is. Aztán CD rádiót találtok itt, két oldalra digitális automata klímát, külön-külön tudjátok ugye szabályozni a hőmérsékletet, hamutartó, szivargyújtó, hadsebességes kéziváltót találtok itt, és ülés, fűtés, tehát ha valakinek fázna a feneke, akkor be tudja kapcsolni, ugye külön-külön természetesen is szabályozható módon lehet ugye fűteni a fenekünket. Itt van a szervizkönyve, Feri és Peti kollégáim, itt vannak mellettem is, ki van ide készítve, a kis cetlink még hozzá rajta van, hogy 22D2, és hogy 2021, 12. a 31. tehát év végéig van műszaki rajta, 2008. decemberi a kocsink, itt van rajta, hogy hol helyezték forgalomba, mikor is. Valahol láttam, ott, aha, tehát ha megnézitek, akkor ott az alvásszám alatt, 2008, 12. 23, valaki karácsonyra vette magának 2008-ban. A tükör sötétedik, tehát itt vannak a kis érzékelők benne, és még a két kulcsot megmutatom nektek, két eredeti gyári kulcsa van neki, ezt is kivesszük, megnézzük, sőt, három, megvan a szerviz kulcsa is, és akkor egy indítást azért még próbáljunk meg. Sok-sok lámpa fölgyullad, ugye, és akkor elforgatjuk a kulcsot, és már működik is szépen minden benne, kihasznak a kontrolllámpák, kettő darab világít, de annak a kettőnek világítani kell, tehát be van húzva a kézifékem, és nem vagyok bekötve, ezt látjátok. Így helyesen működik. Elköszönök tőletek, de nem menjetek messzire. Egy rövid próbakört fogunk tenni a srácokkal, Ferivel, Petivel és Concertoval. Megyünk egy kis kört ezzel az autóval, egy pár száz métert, és meteszteljük a járművet. Mindenféleképpen ajánlom egy nagy családi autónak, szeretné egy ilyen vasat magának. Érdemes, hiszen erre még a tetés csomagtartóra is lehet kereszttartót tenni. Így lehet majd bringás, sílécet, meg minden föltenni. Tényleg egy nagyon szép kis családi autó, ügyes hosszú távra. Nagyon-nagyon kényelmes kis masina, óriási terek vannak benne és sok-sok kényelmi funkció. Köszönöm, hogy velünk voltatok, nyomjatok egy ilyen jelet a videó végére, ezt köszönöm nektek, iratkozzatok fel a csatornánkra, látogassátok meg a Facebook oldalunkat, és gyertek el hozzánk ide személyesen, és nézzetek meg az autónkat és az autóinkat. A viszontlátásra, sziasztok!